vannak, annyian vannak. Beszéljünk egy picit a DJ-kről, hogy kik is lesznek ma itt velünk. Itt lesz velünk Szatmári, DJ Bajko, a Dance Forever és a természetesen a Dance Mix parádi szülőatyai Erős és Vigi Boy is. Jelenleg éppen a Dance Forever nyomja a slágereket, beszélgetni is fogunk velük, és majd a DJ-szetben láthatjátok és hallhatjátok a vadonatúj slágerüket, az 1001 éjjel. Egyébként a mai műsorban a DJ-szetteken kívül csak Dance Mix parádi és klipeket láthatok, úgyhogy maradjatok velünk, mert mindjárt folytatódik az ábrázolásom. Valakire, aki csak olyan minden, akinek nem vagyok más, ég csak a szíve csücske. Rég várok valakire, aki csak olyan minden, akinek nem érzem más, ég csak egy villámcsapás. Debrecenből az FM 95 Dance Mix parádéről, és mellettem két nagyon kedves úriember, Sanyi és Gergő, azaz a Dance Forever. A Viva TV hűséges nézői már szerintem nagyon-nagyon jól ismernek titeket, hiszen ti voltatok a Táncreakció című műsorunknak a zenei házigazdái, és hát ugye a Club Rotationben is nagyon sokszor találkoztunk már veletek. Az érdekesség az, hogy éppen itt, egy pár hónappal ezelőtt, jól emlékszem? Így van, itt találkoztunk legutoljára szintén Debrecenben. Meséljetek, azóta mi történt veletek? Igazából az történt, hogy megjelent a legújabb... Közelebb kell jönnöm, mert semmit nem hallom. Szóval az történt, hogy megjelent a legújabb kislemezünk, az 1001 éjjel, aminek a klipje ugye egy-két héten belül a Viván látható. Tehát már leforgattátok, minden rendben. Nem forgattuk le, de annyira... Nem értem akkor, ha még nem forgattátok le, akkor egy-két héten belül. Így van, hát a vágás nagyon gyors lesz, nagyon remélem. Tehát annyira napokban van a forgatás, hogy lehet, hogy innen megyünk oda. Még ez is lehet. Szóval az új dal elindult, rádió, illetve promóciós turnéjára, lassan jön a klip, és attól függetlenül, hogy járjuk a klubokat, fellépések szinten. Tehát azért mozog az élet, de az új dal úgy gondolom, hogy azért elindult. Meséljetek arról egy picit, hogy mi van a pólótokon, mert ez ugye nagyon-nagyon szembetűnő, hogy egyedi póló van rajtatok, és két különböző. Igen. Így van, hát az én pólóm az új dalunkat akarja. Already 1000 number van, 1001 éjjel. Így van, így van. Ez az, hogy már sláger. Igazából ez a póló a rajongénak készült elsősorban. Aki igazából Dance Forever fan, az tisztában van azzal, hogy a tiéd a szívem, illetve 1001 éjjel mit jelent. Tehát a... Igen, ez still number van, tiéd a szívem. Ez a still number van, ez azt jelenti, hogy még mindig, és az already pedig azt jelenti, hogy ez már... Ez az előző slágeretekre vonatkozik, ez pedig a
leforgattátok a klipet. Rajongónak szól, de aki kedveli a dalt, mindenkinek szól, ez a Paul, ami rajtunk van. Azt mondod, hogy rajongóitoknak szól esetleg, hogyha valaki elmegy a bulitokra, kaphat is, vagy vásárolhat ilyen pólót? Egyelőre még nem kaphat, de hát a későbbiekben meglátjuk, hogy mi lesz ebből a pólóból. A fanatikusok szerintem örülnének neki. Igazából már kérdezték tőlünk, hogy lehet-e ilyen pólót vásárolni, szóval meglátjuk, hogy milyen lesz rá az érdeklődés. Jól van, hát akkor kíváncsian várjuk a vadonatúj videóklipet, hozzátok minél hamarabb, mert szerintem ti is nagyon akarjátok már ezt látni. Ne menjetek sehová, mert mindjárt folytatódik a Club Rotation, mégpedig Szatmárival is, Erős VS Pikibolyjal, meg mindennel, ami kell. Debrecenből, a Vigadóból, ahol FM 95 Dancefix parádé van, és hát amit látjátok, fantasztikus a hangulat. Annyira meleg van, és annyira forró a hangulat, hogy a plafonról söpök a víz, és a háttérben pedig mit hallottok? DJ Fly, valami kell, na mi kell nekünk? Hát nem más, mint egy nagyon komoly DJ-szert a Dance Forever-től, akikkel beszélgettünk már az előbb, és megtudtuk, hogy egy új slágerrel készültek, amit most szerintem le is fognak játszani, az 1001 AM című dalt, úgyhogy akkor a lemezjátszók mögött most következik a Dance Forever. We'll be right back.
Folytatódik a hihetetlen pörgés innen Debrecenből, és itt egy nagyon aranyos, nagyon kedves, mosolygós fiú. Én nagyon szeretem a mosolygós embereket, ezért igen, gondoltam, hogy megkérdezném azt tőled, hogy hogy is érzed magad. Bár mondjuk ez azért egy... Jól érzem magam, igen. Ezt látom. Esetleg valamelyik DJ kedvéért jöttél ma el ide? Hát nem, inkább bulizni jövök inkább. Nem foglalkoztat, hogy ki milyen zenét játszik? Tehát inkább csak buli. De egyébként tudod, hogy ma kik zenélnek? Tessék? Egyébként tudod, hogy ma kik zenélnek? Igen. Kik? Nem Szatmári, nem tudom, igazán Szatmári jól van. Szatmári, aztán? Szatmári, aztán Erős és Pigiból. Igen. Igen. Segítség? Igen, segítség. Tessék? Dance Forever? Dance Forever, igen. És Vajkó? Tessék? És Vajkó. Aha. Melyik őjük a kedvenced? Hát Szatmári nekem. Szatmári, melyik? Szatmári.
Ez itt még mindig a Club Rotation Debrecenből az FM 95 Dance Mix parádéről, és amit látjátok, itt van mellettem egy nagyon cuki lány, akinek én úgy látom, hogy nagyon kis huntut szeme van, és nagyon szép mosolya. Hogy is hívnak? Barbie. Barbie, szia! Hogy érzed magad itt a bulit? Jól érzem magam nagyon. Jól, azt látom, látom. Milyen stílusú zene jön be neked? Hát az ilyen dance-eket nagyon szeretem, meg az ilyen a mai este a tiéd. Igen. Tudod, hogy milyen DJ-k játszanak itt ma? Szatmári és Jutus. Szatmári és Jutus. Hát őt nem tudom kicsoda, de akkor elmondom, itt van még baj. Jó, hogy a énekesnő, most már tudom, hogy kire gondolsz. Jó, jó, rendben van. Meg tudod, hogy ki lesz még itt? Bajkó. Ó, nem nagyon. Dance Forever. Igen. Erős, VS Piggy Boy. Ki a kedvenced? Hát Erős és Piggy Boy. Akkor várod őket, gondolom. Igen. És mint pasi, melyik DJ jön be neked? Hát Piggy Boy. Nem mondom. Olyan, miért? Hát nem tudom, olyan szép a szeme. Hát akkor mi legyen, hozzuk össze, és még ibolyan. Jó, vicceltem, vicceltem. És egyébként milyen pasik tetszenek neked? Gondolom azért szoktál így hát, nézelődni a buliban. Azért kicsit legyen olyan kigyúr. Igen. Meg ilyen barna szemű inkább. Igen, tudnál mutatni olyan pasit, aki tetszik neked itt? Aki hát, kigyúr barna szemű. Van itt egy srác, de őt most pont nem látom. Komolyan? Hát akkor megpróbáljuk megkeresni, vagy várjál, nem látok olyan fiút, akire illene a személy leírás, például ő, nem, mondjuk kék a szeme, nem? Hát akkor ez egy picit pihentetjük ezt a kérdést, tehát a kigyúrt barna szemű pasik és tulajdonságra? Hát legyen kedves, jó szívű. Hogyan szoktál pasizni? Tehát mondjuk meglátsz egy fiút, akinek ez tetszik, akkor mit csinálsz? Hát próbálok így a szemébe nézni. Értem. Itt van mögötted egy fiú, és mi lenne, hogyha megmutatnád ezt, hogy hogyan szokott történni? Muszáj. Hát én szeretném nagyon, a kedvemért. Csak annyi, menj oda, így kavarj egy picit neki. Jó ez, megy ez szerintem. Ismeritek egymást? Ezt nem. Akkor bemutatkoztok egymásnak? Szia, Bart! Roland. Mit szóltál hozzá, hogy egy lány csak így ismeretlenül odament és letámadott egy táncot? Nagyon meglepett, de jól esett. Jól esett? Tetszik neked ez a lány? Barbie, nagyon szép. Nagyon szép lány, igazad. Van egyébként barátnő? Nincsen. Neked van? Van pasi? Nincsen. Nincsen? És van kedvetek még egy picit táncolni egymással? Nekem van. Neki? Azt mondja, neki van neked? Hát van. Akkor gyerünk. Tudjátok, hogy úgy táncoljatok, hogy akik most ott ülnek a tévék előtt, azok kedvet kapjanak ahhoz, hogy ők is elmenjenek egy buliba, és hát talán hasonló élmények érjék őket, jó? Hát az van, Roland és Barbie, hogy a csípő mozdulata szerintem már nagyon rendben voltak. Milyen érzés volt Rolanddal táncolni? Jó volt. Jó volt? Mit éreztél, amikor hozzád ért? Ezt az hogy kérdezem? Hát egyszerűen. Hát ilyen erotikusan ért hozzám. Erotikusan? Tehát akkor így megvisergetett? Hát nem annyira. Nem annyira? Akkor azt mondod, hogy erotikus volt. Hát ahogy úgy mozdult. De tetszett neked ez? Hát igen. Jól van. Neked milyen érzés volt Barbie-val ilyen szexisen táncolni? Nekem jó érzés volt. Jó? Tetszik neked? Lány. Tetszik? Igen, szimpatikus lány. Van kedved adni az arcára egy puszit? Szerintem van. Na, jó? Jó. Milyen? Jó? Én szerintem megpróbálkozhatnál egy szájára puszival is. Nem tudom, rajta múlik. Hát próba, szerencse, de egyébként szerintem rajtad múlik. Tudod, hogy közelítesz, figyelj! Háromra, jó? Jó. Egy, kettő, három. Jó, látod, hogy rajtad múlik? Akkor most már tudod, jön. Tudom. Háromra ismét, jó? Most visszafelé számolok. Három, kettő, egy. Jól van. Majdnem.
szerintem megvolt az a csók. Nagyon cukik, remélem, hogy még beszélgetnek tovább egymással, és akármi is lehet. Ti ne menjetek soha, mert mindjárt folytatódik a Club Rotation. A Club Rotation, és még mindig Debrecenből a Vigadóból, ahol FM 95 Dance Mix parádé van, és mellettem DJ Bajko, hello! Szia! Az előbb beszélgettem a Dance Foreverrel, és velük is itt találkoztam legutóbb, és ez rád is igaz. Körülbelül 2 hónapja ugyanitt találkoztunk, nem? Úgy érzed rá, mintha nem így lenne. Azt szerettem volna igazából mondani, a Dance Forever! Azt szerettem volna igazából mondani, hogy sajnos, hogy azóta nem találkoztunk, de örülök, hogy látlak. Én is örülök. És gondolom a Viva TV nézői is örülnek, hogy látnak téged, hiszen gondolom meg kíváncsiak arra, hogy mi történt veled az elmúlt időkben, mert hogy igazából a balatoni nyárhoz kötik a te nevedet, és azóta nem nagyon lehetett rólad hallani. Mi a helyzet? De lehetett rólam hallani. De akkor mondd el, hogy mit? Decemberben megjelent egy új masszilemez. A címe? Kinek mondjam el, amelyet a rádiók, a klubok és a DJ-k nagyon-nagyon körgetnek, és ennek nagyon-nagyon örülök. Akkor csak én vagyok lemaradva, bocsánat. Nem járok dancebolékba, ez lehet a probléma. Igen, ez Debrecenben, igen. De hogy decemberben jelent meg, igen, és azóta? Azóta megy a turné. Hál' Istennek nagyon sok állomáson van az országban, május 31-ig tart ennek a lemeznek a turnéja, aztán már elkezdődött az új Maxinak a stúdió munkálatai. Május ez a, ami megjelent már, az készült videóklip? Nem, még nem készült videóklip. Miért? Nem tudom. Nem volt tervezve. Igazából az új dalhoz szerveztünk már videóklipet. A következőhöz? Így van. Azért ez meglepő, mert akkor ezek szerint, ahogy mondod, sláger lesz belőle. Általában szoktak hozzá klipet is forgatni, mert azért jó, hogyha látják is az emberek az arcodat, meg minden, nem? Teljesen igazad van ebben a dologban. Éppen ezért mondtam azt, hogy a balatoni közben fellöknek minket, semmi baj. Tehát a balatoni nyár sem készült el sem, de a következő már mindenféleképpen. És van már valami terv, hogy gondolod ezt a videóklipet? Csak te leszel benne, és esetleg egy bulit mutatok be, vagy szereplők lesznek, valami történet? Igazából az van, hogy akinek mondjam el című Maximon már egy olyan lány énekel, aki innentől kezdve minden lemezemen énekelni fog, tehát egy saját énekesre dolgozom. Katának hívják, egyelőre ennyi, és a videóklipből mindenki fog derülni. Innentől kezdve vele szeretnék dolgozni, és úgy gondolom, hogy egy nagyon tehetséges, nagyon aranyos lány, egy tanult énekes, és az új lemezen is ő fog énekelni. Értem, hát kíváncsian várjuk, hogy ki ez a lány, én nagyon szeretném őt már látni, és reméljük, hogy be fogod nekünk mutatni. Most hagyunk téged játszani, mert mindjárt ugye menned kell a lemezjátszók mögé, ti pedig ne menjetek sehová, mert még mindig folytatódik a Club Rotation. Nem bánom én, ha kell, úgyis belehalok. Ő
itt még mindig a Club Rotation, és hát természetesen még mindig Debrecenből jelentkezünk, a Vigadóból, ahol FM 95 Dance Mix parádé van, és egy újabb DJ-t kell nektek felkonferálnom, akivel beszélgettünk már az előbb, és hát abból megtudhattátok, hogy nem sokára egy új kislemezzel készül. Tehát akkor most hallgassuk meg, DJ Bajkót! Thank you.
Celebrationünk, de hát ugye a buli még csak most fog kezdődni, hiszen még nagyon-nagyon korai este időpont van, úgyhogy induljatok bulizni. Öltözhetek fel szépen, lányok, legyetek gyönyörűek és csinosak, és hát érezzétek nagyon-nagyon jól magatokat, de csak okosan, tudjátok, okosan kell bulizni. Jövő héten pénteken ismét Celebration, akkor is nézzetek minket, most pedig sziasztok, jó éjszakát!